Balástyán egy médiatábor zajlott le a héten. Az itt lévő gyerekek stábunkhoz is ellátogattak. A tábor vezetője, Pólya Tamás ismertette a tábor részleteit. Egy pályázatnak köszönhetően Balástyán egy médiatábor került megrendezésre. Pólya Tamást, a tábor egyik vezetőjét szeretném kérdezni először is arról, hogy hány gyerek vesz részt ezen a táboron, és milyen korosztály van itt. A táborban 20 gyereket várunk egész héten, Kistelekről, Balástyáról és Csengeléről érkeznek a gyerekek. 5. és 9. osztályos gyerekek vesznek részt a táborban. Milyen programokkal készültetek eddig a gyerekeknek, és milyen programok várnak még rájuk? Próbáltuk érdekessé, színessé tenni a programunkat. Talán a hét egyik csúcspontja volt, amikor szerdán a Szegedi Városi Televíziónál tettünk látogatást, ahol megtekinthették a stúdiót, híreket olvastak föl, a vágószobát, különböző programokat, és nagyon sok érdekes információt szívhattak magukba, valamint egy városnéző kisvonatozás is a program része volt. A csütörtöki nap szintén érdekes, ugyanis a Kisteleki Városi Televíziónak a stúdiát tekintjük meg, ahol különböző technikákat szintén megtanulhatnak a gyerekek. Emellett pedig, amikor Balástyán vagyunk, a könyvtárban kaptunk remek helyet és nagyon jó felszereltséggel ellátott helységet, ahol számítógépekkel, vágóprogramokkal, kamerákkal vártak bennünket. Itt kamerát használhattak, valamint egy-egy kisfilmet kis csapatokba összeállva raknak össze. Ők is vágják, ők vették fel a hangot, képet, és a hét zárásaként pedig pénteken majd olyan programokat próbálunk nekik mutatni, amiket telefonra tudnak telepíteni, és ennek segítségével saját telefonnal tudnak saját filmeket készíteni, vágni, effektelni. Milyen visszajelzés volt eddig a gyerekek részéről, hogyan érzik magukat? Eddig senki nem merte be valami, hogy rossz lenne a tábor, úgyhogy bízunk benne, hogy ez péntekig ki is fog tartani. Én azt gondolom, hogy amiatt hasznos ez a tábor a gyerekek számára is, hogy olyan dolgokat tapasztalhattak meg saját eszközökkel, telefonnal, de akár csak a számítógép előtt ülve is. Nyilván jó dolog játszani is, hiszen azért mindenki játszik is a géppel, de hogy emellett azért egyéb dolgokra is lehet használni. Próbáltunk és beszélgettünk is a youtuberek életéről, a vloggerekről, kiket ismernek, milyen eszközöket, milyen programokat használnak. Érdekes volt, hogy egyre kevésbé néznek sajnos tévét, viszont annál több YouTube-ot és egyéb közösségi médiát használnak, úgyhogy ebből azért kicsit körvonalazódik, hogy merre kell minden csatornának mozdulnia majd a jövőben is. Várható a folytatás a jövőben, hogyha lesz ilyen tábor, akkor hogyan lehet jelentkezni hozzátok? A gyerekesség program az még évekig tart szerencsére, úgyhogy bízom benne, hogy minden évben meg tudjuk ismételni ezt a tábort, és törekszünk majd arra, hogy minden évben változatos programokkal várjuk újra és újra a gyerekeket, valamint évközben is szeretnénk tovább folytatni, amit most elkezdtünk a táborban, úgyhogy szakköröket szeretnénk a kistérség mind a hat településén média témában tartani majd a gyerekek számára. Bakson egy világító keresztet avattak fel. Az avató ünnepségen készült felvételeinket most önök is megtekinthetik. Mi pedig dicsekedjünk, Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. Hálát adjanak néked a népek, ó Isten! Hálát adjanak neked minden nemzetek! Mi pedig dicsekedjünk, Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk, életünk és jó napot kívánok, kedves vendégeink! Köszöntöm Önöket annak alkalmából, hogy ilyen szépen összejöttek a Baksi kereszt felavatására. Külön köszöntöm meghívott vendégeinket és a sajtó munkatársait. Szeretném fölkérni községünk polgármesterét, Búza Zsoltot köszöntőjének megtartására. Tisztelettel köszöntöm valamennyi jelenlévő vendégünket.
Külön nagy tisztelettel köszöntöm Kövesi Csaba elnök urat, az Áldott Kereszt Egyesület elnökét, külön köszöntöm Plébános urat, a megye képviselőit és polgármester kollégákat, és nem utolsó sorban a kedves baksiakat. Én azt gondolom, hogy a itt állunk a kereszt tövében, ismét egy jelentős naphoz, egy jelentős ünnephez ért el a településünk. Mégpedig ahhoz, hogy bebizonyíthassuk, nem csak a lelkünkben, hanem a jelképeinkkel is, hogy a keresztény egyházhoz, a keresztény közösséghez tartozunk. Ez egy jelentős ünnep, hiszen amikor arról beszélünk, hogy keresztet állítunk, nem egy hagyományos keresztről van szó, hanem egy úgynevezett világító keresztről. És többen kérdezték, hogy miért pont világító kereszt lett ideállítva, és hogy hogyan történt ennek az állítása. Erről azt gondolom, hogy a leghitelesebben az Áldott Kereszt Egyesület vezetője, Kövesi Csaba fog tudni önöknek tájékoztatást mondani, viszont én azt gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk, akik a keresztényi közösséghez tartozunk, hogy ma egy ilyen jelentős ünnepen vehetünk részt. Hiszen az, hogy mindig, minden nap tanulni legyünk annak és részesei legyünk annak, hogy a keresztényi hitünket hogyan és mi módon tudjuk megerősíteni, ez a mai nap is példa lehet arra, hogy ebben mi baksia és az ide látogató tevékenyen részt veszünk. Hiszen most, ahol vagyunk, mi baksiak ezt úgy hívjuk, hogy a majori kaput. És a kapu az tulajdonképpen belépés valahova, belépés egy helyre. A majori kapu átvitt értelemben, hiszen kaput nem látnak itt, de mi mégis így hívjuk. Nekünk ez azt jelenti, hogy belépnek a mi közösségünkbe, belépnek a mi területünkre. És én azt gondolom, hogy nem lehetett volna méltóbb helyre állítani ezt a keresztet, mint a kapuba, hogyha valaki nem is jön be teljes valójában a településünkre, hiszen ahol most vagyunk, ez tulajdonképpen csak érinti a településünket, egy Szeged-Csongrád összekötő úton vagyunk, de ha valaki csak érintve is elmegy a településen, az is láthassa, hogy mi baksiak, keresztények vagyunk, és a keresztényi közösséghez tartozunk. Főleg akkor, amikor ugye Európát támadják, Magyarországot támadják, és én azt gondolom, hogy ahogy egy ország fölépül, ahogy egy család fölépül, mi is sejtekből állunk, és tulajdonképpen ezeket a sejteket a helyi közösségek, a helyi települések, a helyi kisfalvak teszik össze, és hogyha ennek egy picit is részesei lehetünk, akkor már nem tettük hiába azt, hogy ezt a keresztet felállíthattuk. Én külön köszönöm szépen azoknak az embereknek, akik tevékenyen részt vettek abba, hogy ez a kereszt felállításra került, ugyanis elsőként került ez a kereszt felállítása Magyarországon, de több ilyen keresztet szeretnének felállítani, de erről részletesebben ismét az Egyesület elnöke beszélt. Én szeretném kiemelni itt azt a helyi embert, Rostás Miklóst, akit többen úgy ismernek, hogy Alika, akinek nagy része volt abban, hogy ez a kereszt létrejöjjön. Nem utolsó sorban pedig én szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, amikor először ismertettem ezt a gondolatot és ezt az elképzelést. Azt gondolom, hogy mindig van tányércsörgés egy képviselőtestületbe, de ez a tányércsörgés ebben az alkalomkor elmaradt. Egyként állt minden képviselő ez mellett, az elképzelés mellett, és mindenben támogattuk azt, hogy ez a kereszt ma felszentelésre kerüljön. És hogy miért pont a mai nap? Sokat gondolkoztunk azon, hogy talán külön meg kellene ünnepelni, hogy ez a kereszt felállításra kerüljön. Viszont én azt gondolom, hogy a településünk életének legjelentősebb ünnepe a falunapunk. A falunapot nem máshoz, mint a 47-ben közigazgatásilag önállóvá válásunkhoz kötöttük, illetve kötjük, hiszen augusztus 1-én lettünk önálló település 1947-ben. 23. alkalommal ünnepeljük meg falunapok keretében, hogy önállóvá váltunk, és én azt gondolom, hogy nem lehetne jelentősebb, nem lehetne egy ünnepélyesebb napon felszentelni ezt a keresztet, mint az önállóvá válásunk napján és a településünk legjelentősebb ünnepén. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy helyet adhatunk ennek a keresztnek,
Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek ennek a keresztnek a felállításában, támogatták ezt a keresztet, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma itt van, hogy megtisztelt minket azzal, hogy elfogadta a meghívást, és hogy közösen lehetünk részesei ennek az ünnepi alkalomnak. És most szeretném fölkérni Kövesi Csabát, hogy részletesen mesélj el, mondja el, hogy tulajdonképpen hogy is történt ez az egész, és hogy jött az ötlet, hogy éppen Bakson legyen ez a kereszt felállítva. Kedves Csaba! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelt polgármester úr, köszönöm a szót. Tisztelt baksiak, tiszteltek jó vendégek. Nehéz négy apostoli áldás után, hogy egy mérföldkövet helyeztünk el Bakson. Hogy is történt? Polgármester úr említette, hogy áldott kereszt. Én hozzátenném, cigány áldott kereszt, szeretett szolgálatnak az elnöke vagyok. Származásomra való tekintettel cigány vagyok. Zalalövön, Zala megyében élek. 2003-ban problémát láttunk abban, hogy a cigányság egy picit széthúz, és nem tudtam eldönteni, hogy mivel tudnák segíteni, és akkor úgy gondoltam, hogy el kéne mennünk a pápához, Rómába, és Rómába kéne áldást kérnünk a magyarországi cigányságra és a többségi társadalomra. Néztek rá, mint egy fehér holló, hogy mit akar ez az ember, és mellénk állt egy főpap, aki azt mondta, hogy Csaba, te meg vagy őrülve, hogy 200 cigányal Rómába akarsz indulni. Nem, mondom, én szeretnék menni. Rendben van. Faragtattunk egy keresztet, és elindultuk az utunkra. Több csoda történt, János Pál pápa már több éve nem fogadott audencián senkit, elkezdte az audenciákat és félbe kellett, hogy hagyja a betegsége miatt, de amikor mi odaértünk, akkor az történt, hogy az audenciát végig tartotta, és ami még nem volt soha, mind a 200 cigányt egytől egyig megáldotta a keresztel együtt. Hazahoztuk a keresztet, hazahoztuk az áldást mindenkinek, de a problémában voltunk, mert nem tudtuk elhozni mindenkinek szó szerint elmondani, a média, a hírek, az ismeretségek által minden megyében el tudtuk mutatni, hogy mit adott a pápa nekünk, és mit üzent a pápa mindenkinek. Kevés volt. A kereszt, a feszület, ami áldva van, azt Csatka kegyhelyen helyeztük el. Csatka kegyhely, tudni kell róla, hogy Kelet-Európa legnagyobb cigány zarándok helye, és Szűzanya engedélyével tudtunk egy kis kápolnát építetni, és elhelyeztük a keresztet. 2013-ban, a 10. évfordulóra Ferenc pápához újból indítványoztam egy utat, amivel azt mondtam, hogy ki kell menni, és meg kell hívni a pápát Magyarországra, tisztelettel jár. Ő fogadott bennünket a Vatikánba 2003-ban, így mi is meghívjuk Magyarországra, és fogadjuk. Ki is mentünk, meghívtuk. Sajnos vannak olyan körülmények, amiatt nem tudott bejönni Magyarországra. 2014-ben elmentünk újból egy világtalálkozóra, ahol a pápa fogadott bennünket, áldást adott ránk. Ez volt a harmadik. És a negyedik alkalommal pedig, mikor kiértünk Rómába, akkor történt egy olyan dolog, hogy jó Istenem, a cigányság és a magyarság összefogva érzi azt, hogy hit nélkül, szeretet nélkül nem lehet élni. Keresztény országban élünk, kereszténység fő része mindegyikünknek, hogy hit nélkül nem tudunk felkelni, nem tudunk összefogni, hit nélkül nem tudunk segíteni egymásnak, vagy sajátunkat felépíteni. Mit tudunk csinálni? Minisztériumban egy úriember mondja én nekem, Csabi, te nem kértél soha semmit, miért nem kérsz valamit, én adok neked? Istenem, mit kérjek? Kenyérre van pénzem, mit kérjek ebben az esetben? És a Jóisten elvezényelt Csatkára, és Csatkán leültem, és nézegettem. Hát ha egy kis poént lehet mondani, ha az én öregapám fölkelne, nem téverne el Csatkán. 80 éve nem jutottak Csatkához. Csatka úgy, ahogy van, az ugyan szépségében, gyönyörűségében, mindenben ott van, de nincsen akadálymentesítés, nem lehet megközelíteni a rászorulóknak, ha arról van szó, gond van. Istenem, én kérek inkább akkor ettől az embertől azt, hogy segítsen nekünk abba, hogy kimenjünk a Vatikánba, és a Vatikánba kérjünk 1 eurót a pápától, ami az 1 euró
lenne az az indító összeg, amivel csak a kegyhelyet fel tudnánk újítani. Hát megint elmentem püspök úrhoz, Székely János püspök úrhoz, aki a Roma pasztorációért felelős Magyarországon, és azt lehet mondani, hogy nagyon kiáll a cigányság mellett és a többségi társadalom mellett, és közben lekerült Esztergomból, mint segédpüspök, lekerült Szombathelyre, Vas megyébe, és mi hozzánk, mi is hozzá tartozunk megyés püspöknek. Elmondta a történetet, elmondta neki. Csaba, nincsen semmi gond, adok én egy eurót neked, miért kell neked kimenni a Vatikánba, miért kell neked parolázni a pápával újból, és miért kell neked egy euró, itt az egy euró adok én is neked. Elfogadom, mondom, de az nem az, mint amit a pápa ad. És összehangoltuk, hogy elmenjünk. Nagyon nagy csodák útján kiértünk 50 fővel, és még azért lényeges a dolog, és nem is szeretném ezt tovább mondani, az ördög sose alszik. Éjjel, audencia előtt, éjfélben még, oda jöttek mi hozzánk, nehogy merjék kérni a pápától egy eurót, mert vatikáni probléma lesz belőle, feszültség lesz, mert az állam nem egyeztette le, hogy mi egy eurót kérjünk a Vatikántól. Mondom, én fölvállalom, ha Jóisten nekünk szánta az egy eurót, akkor megkapjuk, ha nem, akkor az én fejem bullik le. Jó, elmentünk, és utána lehet nézni, és ezek gyakorlatilag olyan szavak, amik nagyon kemény szavak. A pápa fogadott bennünket, engem hátba veregetett, újból itt vagy, megáldott, a többieket fogadta mellettem, és odaadta az egy eurót, elővette az egy eurót, feldobta az egy eurót, mosolygott egyet, nem adom én nektek az egy eurót, inkább elteszem. És ahogy megfogta az egy eurót, ahogy zsebre akarta tenni, visszavette, megáldotta, és behelyezte helyére. És jött az üzenet, a vatikáni nagykövet, aki van, Habsburg Eduard, üzent, amennyiben az alapkőleteitem megtörténik, kérném, hogy értesítsetek engem, eljövök nagyon szívesen az alapkőletételre, és az alapkőletétel, ha meg lesz, a pápa azt üzente. Szóljatok, és megírjuk a meghívót neki, hogy látogasson be Magyarországra. Ez volt a történet. És hogy került ide a kereszt? A Jóistennek nagy a hatalma, van itt egy úriember, aki közben komám is lett, és nem ismertem. Egy éve ismerem, Miklósnak hívják itt, hogy ismerik Lali. Eljött velünk az 50 fővel a buszba, nem tudtam, hogy ki ő. És annyira a Jóistennek és annyira a szűzanyának a szíve nyitott lett ő felé, hogy annyira barátságba és testvériségbe kerültünk egymással, hogy valamit úgy gondolom, hogy megérintett ő is érzni és átérzni a mai napig azt a dolgot, hogy miről van szó. És itt jönnék vissza ahhoz a dologhoz, nem tudjuk mindenkinek elvinni azt, amit a pápától hoztunk, azt az áldást. De amikor több helyen elhelyezzük ezt a világító keresztet, amit felvetettem annak az embernek, hogy szeretnénk kérni, és meg is támogatta Balogh Zoltán miniszter úr ezt a keresztet. Persze nem volt elég az a pénz, amiről szó van, ebben nagyon sokat segített a Waffer Kft., nagyon sokat segített a Szalóki úr, nagyon sokat segített György Zoltán, útfúró Sándor falvár, és mindenről a környékből, ahol én nem is vagyok ismerős, mert 500 kilométerre vagyunk, de mégis vannak testvéreim, mégis vannak ismerőseim, és összefogtak, és az az összeget, azt az 1 millió forintot, amit kaptunk, azt majdnem duplájára bővítették, és megépítették, és amikor én jeleztem a Lalinak, hogy mit szeretnék csinálni, mondja, beszéljünk a polgármesterrel, és nyitott szívvel hoztuk azt a pápai keresztet, ami napközben kereszt funkcióval, este pedig világít, hogy világítsa Rómáig teljesen több helyen az országban, hogy a pápa bejöjjön Magyarországra. A pápa nem hozzánk jön cigányokhoz, elnézést, a többségi társadalomhoz, a magyar lakókhoz, de azon belül megtisztel bennünket, hogy a cigánysághoz is el fog jönni, hogy csatka kegyhelyet sikerült felújítani, akkor meg fogja áldani. A pápának 4-5 állomása biztos, hogy van. De amikor lesz azok az állomások, hogy Baks, az biztos, hogy szerepelni fog rajta, ami meghívón, hogy hány helyen van kilagva az a kereszt, ami világít Rómáig, hogy ő tudja azt, hogy be kell jönni, és keresztény országban, a szűzanya országában lakunk. És hit nélkül, szeretet nélkül egyáltalán nem lehet meglenni. Lehetséges, hogy furcsa önöknek az a dolog, hogy most én itt állok és beszélek önökkel. Szívből örülök neki,
hogy a fiatalember itt van, eljött, segítsen jó Isten abban a lelki üdvösségben és egészségben, hogy tovább tudja és érezze azt a dolgot mindenkivel együtt, ha megjön a pápa, hogy az első sorban fogadja és áldja meg, mert én nagyképű vagyok lelkileg, de büszke arra, hogy a négy apostoli áldás van rajtam, és azt gyakorlatilag át tudom adni embereknek. És én kívánnák mindenkinek sok szeretetet, áldást, békességet, és az a gondolat, ami önökben van mélyen, és mikor elmennek a templomba és el fognak menni a kereszt mellett, mindig gondoljanak arra, hogy a család az egy nagy szeretet. És a családhoz hozzátartozik mindenképpen a Jóisten, az Üzanya, Krisztus, ami gyakorlatilag összefog bennünket. Én nagyon szépen köszönöm a polgármester úrnak még egyszer, a település lakóinak, mindenkinek, azt, hogy elfogadtak bennünket ebben az esetben, és aki erre jár, csak egy gazd vegyen ki belőle, vagy egy csokor világot helyezzen a kereszthez. Nagyon szépen köszönök mindenkinek, és csokor visszatárásra. Köszönjük szépen Kövesi Csaba kedves szavait, és most felkérem Antal Imre plébános urat, hogy áldja meg a keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, miközben azt tapasztaljuk, hogy Európa nagyvárosaiban a keresztény jelképeket, kereszteket, szentek, szobrait lebontják, ledöntik, összetörik, addig mi itt Magyarországon, Bakson keresztet állítunk. Keresztet állítunk azért, mert ez a kereszt és minden kereszt figyelmeztet bennünket arra, hogy szeretve vagyunk. A kereszt Isten irántunk tanúsított szeretetének a jele. És mindannyian tudjuk, hogy szeretet nélkül nem lehet élni. Szeretet nélkül az élet hiába való. Lehet bármink, dolgozhatunk bármennyit, lehetnek bármilyen kapcsolataink. Ha nincs kapcsolatunk a szeretet forrásával, az Istennel, aki a kereszten életét adta értünk, akkor az életünk csupán rohanás, hiába való és üres. Éppen ezért kérjük a Jóistent, hogy áldja meg és szentelje meg ezt a keresztet, amely az ő szeretetének a jelképe, áldja meg azokat, akik ezt a keresztet megálmodták, akik elkészítették, akik ide felállították, áldja meg a cigányságot, áldjon meg bennünket, magyarokat is, áldjon meg mindannyiunkat, akik itt most jelen vagyunk, családtagjainkkal, hozzátartozóinkkal együtt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Meg nem esed minden fát közt, te vagy bőséges kereszt, egy erdő sem termett ilyen, kívánc vagy gyümölcset. Édes fa és édes szeget, édes terhet hordaga. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen. Leg nem esett minden fák közt, te vagy hűséges,
virággal gyümölcsehe. Édes fa és édes szege, édes terhet hordaga. Kedves vendégeink, keresztavató ünnepségünk véget ért, a templomban újra találkozunk. Köszönöm, hogy megjelentek. A természet csodái az élővilág kisteleken is megfigyelhető. Most következő természetfilmünkben önök is megismerhetik a körülöttünk lévő csodákat. Mindennapi jelenségek, apró változások, rendkívüli történések, amelyek körülvesznek minket és kisvárosunkat. Kistelek természetvilága a körforgás egy darabkáját mutatja meg nekünk. Magasan jár, ilyenkor a terület lakói már régen a nádas közepén hűsölnek. Annál nagyobb a forgalom a nap felkelését követő órákban. Városunk ezen részén az ember viszonylag keveset alakított az anyatermészet beállítottságán. A köd borított a földeken elsőként két mezeinyú jelenik meg, felmérik a terepet, majd nekiállnak a reggeliként szolgáló táplálék felkutatásának. Miután elropogtatták a harmatos fűszálaikat, a közeli fűcsomó mögé rejtőzködve mosakodnak. Nem telik sok időbe, és a napsugarai további vendégeket csalogatnak elő éjszakai menedékükről. Egy őszpak és egy őssuta érkezik. Ez a feszült figyelem létfontosságú az őszpak számára. Egy másodpercre sem lankad ébersége, hiszen bármelyik bokorból ellenségek leshetnek rá, habár a környékünkön a legnagyobb fenyegetést pusztán a vadászok jelentik számukra. Az őszbak agancsának ágai utalnak a korára. A teljesen kifejlett agancszárnak általában három ága van. Az őz mintegy 1000 növényfajt fogyaszt. Reggeli sétára indulunk, ne csodálkozzunk, ha megpihen rajtunk az aljnövényzet néhány lakója. A fakopáncs a kéreg alatt élő rovarokkal és azok lárváival táplálkozik.
a nagy fakopáncsal eltérően ennek a fajnak a tarkóján nem ér össze a fekete sáv. Hazánkban mindkét madár védett. Ha Ópuszteszer felé indulunk, a természet számos kincsében gyönyörködhetünk. Fehér gólya, nagy testű, ismert gázlómadár. A vizetben növő növényzet az üstökös gémnek alkalmas mocsaras környezetté alakította. Ezen a náddal körülvett részen az üstökös gém nem csak elrejtőzni tud, de a táplálékaként szolgáló rovarokat, rákokat, halakat, kisemlősöket és békákat is zsákmányolhat. Kistelek északi táján található ez a napraforgó tábla. Ennek a növénynek csodálatos képessége, amiről a nevét is kapta, hogy követi a nap helyzetét, így a lehető legtöbb napfény éri a növényt, amit hasznosít a fejlődésében. A kifejlett napraforgók már nem fordulnak, csak a fiatalok. Ennek oka, hogy a növénynek már nincs szüksége a további fejlődéshez annyi energiára. A város egyik szélső utcájába tévedve is találhatunk érdekességeket. Kisteleken ugyan nem őshonos, viszont már évek óta itt él ez a négyfős strucc csapat. A házak között további különleges kedvencekre bukkanhatunk. A kameruni juhok igazán magával ragadó teremtések. A vásártéren, a hónap vége felé keresve sem találhatnánk nyugalmasabb helyet. A vízivilág képviselői leginkább a szitakötők, szúnyogok, és békák. Ezeknek a kétértőeknek több mint 5000 faja ismert.
A Good Company zenekar idén ünnepelte 5. születésnapját. Ezen alkalomból egy koncerttel kedveskedtek a kistelekieknek. A most feltkezőkben ebből tekinthetnek meg egy részletet. Az 5. születésnapunkon is bemutatnám a zenész barátaimat és a zenekar. Igaz, hogy mindenki mindenkit ismer, de ez olyan jó kimondani azt, hogy a gitárnál sejbe. És hát a nézőtéren van még egy másik táncegyüttes is,
aki az én szívemhez a legközelebb álló, hiszen én is ott táncolok, amikor éppen nem itt vagyok fent a színpadon, a szegedi Cuhári táncműhely, akik 3 évvel ezelőtt a Körtánc című számunkra készítettek egy koreográfiát. Ezt már láthatta a közönség Szegeden, Kisteleken, Kiskörösön, és most újból, majdnem Szegedet mondtam, újból Kisteleken adjuk elő. Thank you.
aki házigazdaként, vendéglátóként segítve viszi át a munkáját. És amikor elutazunk, jön velünk Pisti is! Köszönjük szépen a ti munkájátoknak és a zenekar felé! Aztán vagy két társcsoportunk, akikkel nagyon reméljük, hogy még sok-sok számunk tudunk összerakni. Csengelei Mazsolai csoport, és a Kuhályi Tánchely Szegedről. Köszönjük szépen, hogy elfogadtatok a közös munkát, és ma itt folytatok velünk. És hát, azért nem akár legyen, akiknek a felsőben nem a nevés számot tudnánk köszönni hajnal hatunk. Mert nem is kell köszönni, de nem sorolom fel. Hanem van egy VIP szektorunk, viszont a nagyon sok barátunk. Nagyon köszönjük nektek! Köszönjük a családtagjainknak, akik elviselik, ha túl sokat próbáljuk, de van miért! És eljönnek minden koncertünkre. És remélem, nem hagytam köszönjük. Legutolsó sorba hagytam, de ez a legfontosabb. Köszönöm az egész társaimnak, hogy ma itt ötödiknek, idegyünk tárni eljétek, és egy csodálatos koncertet tudjuk. És valamit haza tudtok rendben, hogy mindig. Na, egyébként is szóltak el. Nem hagytam, hogy ide?
Szeretném arra kérni a két táncolítást, aki színesítettem a műsorban, hogy jöjjenek